Egymás kezét fogva zöld pólóban vonulnak az általános iskolások a pécsi Széchenyi téren. Társaik kékben, de van, akinek fehér felső jutott. A földet formálják meg. A zöldek a földrészeket, a fehérek a jégsapkákat, a kékek pedig az óceánokat. Ezzel üzennek a Szent Mór iskolásai a Környezetvédelmi Világnapon péntek délután. Földet ne szennyezzük meg, a környezetünkre vigyázzunk. Miért fontos ez? Hát, hogy a következő embereknek, akik, hogy ők is tudjanak ezen a földön élni. Az iskolában is arra nevelik őket, hogy vigyázzanak a környezetükre. Igyekszünk a tantermeket tisztán tartani, tulajdonképpen a néhány hulladékgyűjtőt raktak ki, amibe szelektálunk hulladékot. Talán ezeket tudnám említeni. Az élőképen kívül egy okos fasor is várja mostantól 3 napon át az érdeklődőket. Itt megtudhatják, hogyan csökkenthetik az ökológiai lábnyomukat. Ezt hektárban szokták megadni. A magyaroknak az átlaga a különböző becslések szerint 3,4 és 3,7 között van. Tehát körülbelül a magyaroknak is másfél-két bolygónyi területre lenne szükségünk, akkor, hogyha mindenki a mi életszínvonalunkat folytatná. Az ökológiai lábnyom egy olyan érték, ami kifejezi, hogy adott technológiai fejlettség mellett egy emberi társadalomnak milyen mennyiségű földre és vízre van szüksége önmaga fenntartásához és a megtermelt hulladék elnyeléséhez. Egy másik célt is szolgál az okos fasor megépítése. Pécs városa is csatlakozott a párizsi klímavédelmi konferenciának a aláírás gyűjtéséhez, és az élőbolygónk.hu honlapon lehet ehhez csatlakozni, és szeretnénk minél többek figyelmét felhívni arra, hogy ez egy fontos dolog. Ezen kívül tippeket kaphatnak az emberek, hogyan szennyezhetik kevésbé a földet. Ehhez a táplálkozáson, a közlekedésen, a háztartások energiafelhasználásán kell változtatniuk többek között, derült ki a pécsi Széchenyi téren.